Commodore Max, egy elég ritka gép. Nem volt túlságosan elterjedt, pár tízezer darabot talán, ha gyártottak belőle. Technikailag a C64-re épül, ugyanaz a VIC és SID chip van benne, viszont eléggé lebutították. A billentyűzete és a RAM-ROM tartalma is sokkal gyengébb. Ha egészen pontosan akarok fogalmazni, ROM nem is található benne. Éppen ezért csak cartridge-el hajlandó üzemelni. Mivel nem akartam Japánból importálni, ezért inkább úgy döntöttem, hogy megépítek egy Ultimax-ot. Az Ultimax az gyakorlatilag egy olyan cartridge, ami van 2 kB memória és egy 1 MB-os EEPROM. Ez tartalmazza az eddig megjelent összes játékot. A már említett statikus RAM-ot csak és kizárólag a Max Basic használja. Ahogy láthatjátok, 247 byte szabad memóriával garázdálkodhatunk. Az elkészült programot természetesen magnetofonra is lehet rögzíteni. A Mini Basic már sokkal butább. El sem tudom képzelni, hogy ki gondolta azt, hogy ezt egyáltalán érdemes kiadni. A gépben lévő VIC-kel és SID-del sokkal több lenne képes a gép, de a memória eléggé korlátozza a tudását. Most pedig következzenek a játékok. Thank you.
Thank you.